miniszter úr, köszönjük szépen. A másik kérdésünk az lenne, hogy hát önnek akarva vagy akaratlanul is, de együtt kellett dolgoznia, együtt dolgozott dr. Karsai József képviselő úrral, országgyűlési képviselőjelölttel. És egy pár szót, hogyha beszélne az önök munkakapcsolatáról. Hát mi 8 évvel ezelőtt ismertük meg egymást, akkor lett képviselő Karsai József, és hát a mezőgazdasági bizottság egyik meghatározó alakja, kitűnő szakember, jó felkészült, de én igazán nem is ezt az oldalát emelném ki, hanem a képviselői munkáját. Engem is hetente megkeresett a térség problémáival, az emberek ügyeivel, és ezekért nagyon keményen és kőkeményen kiállt. Én azt gondolom, minden képviselőnek nagyjából ez lenne a feladata, akit egyéni képviselőnek választanak. Sok embernek sokféle véleménye van róla. Ő egy túlfűtött és nagyon magas lángon égő ember. Ezt éreztük az ügyintézéseiből is, de soha nem magáért, hanem az emberekért, és akiket képviselt, azért csinálta. Én azt gondolom, hogy ha a sors úgy hozza, hogy nem lesz képviselő, akkor az utolsó igazi népképviselő válik ki a parlamentből. Nagy kár lenne érte. Miniszter úr, nagyon szépen köszönjük a nyilatkozatát. Én is a térség lakóinak, dolgozóinak sok sikert kívánok.